2015-ben a Fidesz kongresszusán arról beszélt, hogy ne higgye közülünk senki, hogy az ellenzék hiánya nap mint nap megnyilvánuló politikai impotenciája valamiféle lottó ötös lenne számunkra. Ez sokkal inkább kockázat, még ha hosszabb távon is. Az alternatíva nélküliség ugyanis az egyik legnagyobb veszély, ami egy politikai pártra leselkedhet. Tompítja a reflexeket, homályosítja az éleslátást, és beszéljünk őszintén, nincs jó hatással a polgári erkölcsökre sem. Hogy látja, ennyi év távlatából a pártja hogy kezeli ezt a helyzetet? A versenynélküliség rombolja a morált. És ennek vannak jelei a Fideszben? Mindenhol vannak jelei a világban, ahol a politikában kevesebb a verseny, de most már növekedni fog a verseny. Mitől? Hát idővel folyamatosan növekszik, nem? Jövőre választások vannak, új verseny, 26-ban megint választások vannak, megint verseny. Minden választás egy nagy esély. De mondjuk az, hogy nyáron nagyobb szerénységre kellett inteni például Mészáros Lőrincet a jaktja miatt, az is ennek a tünete? Nézd, én ezzel kapcsolatban azon gondolkoztam, hogy mi erre a jó válasz, mert az eddigi válaszokkal sem vagyok igazából elégedett, és ugyanakkor nem lehet válasz nélkül hagyni egy ezzel kapcsolatban föltett kérdést. Az elmúlt 30 évben a magyar kormányok szerintem pártállástól függetlenül nagyon sok ember számára teremtettek lehetőséget, és itt nem szabad elkendőzni azt, hogy egy kommunista országból egy polgári ország akartunk lenni, amihez hozzátartozik a felső középosztály, vagy akár a nagy tőke is. És igenis, 1990-től minden kormány lehetőséget teremtett különböző gazdasági csoportok, gazdasági érdekcsoportok és személyek számára, amivel tudtak élni emberek, vagy éppenséggel nem tudtak élni emberek. Tehát azt tudom mondani, mi lehetőséget tudunk teremteni, de azt, hogy egy gazdag embernek hogyan kell viselkedni a 21. században, azt egyetlen egy lehetőséget teremtő politikai erő sem tudja megtanítani senkinek sem. Ezt ne kérje rajtam számon. Tavaly ott voltunk a miniszteri meghallgatásán, és arról beszélt még a közlekedés, hanem az építésügy kapcsán, hogy, igen, de hogy az a cél, hogyha átjövünk Ausztriából, akkor ne nagyon lehessen észrevenni, hogy egy másik országban vagyunk. Most meg ugye az történik, hogy lekapcsoltak minket a nyugati közlekedési hálózatból. Igen, közben leálltak a beszerzések, a fejlesztések. Mi a célja a ciklus végére, amit sikerként könyvelne el a közlekedésben? Hogy csökkenjen a különbség Ausztria és Magyarország között, ne pedig növekedjen. El is fogjuk érni majd ezt. A vonatoknál is? Igen, ott is el fogjuk érni. Az egyes vonal felújítása, ami azt a látszatot keltheti, ami az önkérdését is indukálta, az azért alakulhatott ki ez a helyzet, mert 30 év óta mindenki tudta, hogy itt probléma van az egyes vonallal, ami az ország egyik legfontosabb közlekedési útvonal a Bécs és Budapest összekötésével, és mondjuk az elmúlt közlekedési kormányzatok 2010 óta se csináltak vele semmit se. Nekem már nem volt választási lehetőségem, hiszen ez biztonsági beavatkozás volt, és nem egy ütemezett, nem egy előre megszervezett felújítás, ami elmaradt az elmúlt 30 évben. Én augusztus 28-án kaptam egy tájékoztatást arról, hogy itt egy biztonsági kockázat lépett föl, és ilyenkor szerintem egy felelősen gondolkodó miniszternek nincs más lehetősége, csak elrendelni az azonnali felújítást, ami most meg is történik, és ha ez elkészül, akkor 140-nel tudnak közlekedni majd a vonatok, és várhatóan 10 perccel rövidebb lesz a menetidő Bécs és Budapest között. Tehát a beruházáson már részben teljesítem, amit ön kérdezett, de valójában számos beruházásra van szükség ahhoz, hogy közlekedési területen csökkenjen a különbség Ausztria és Magyarország között. Ennek érdekében meg is teszünk lépéseket, majd meglátjuk, hogy a költségvetés és a finanszírozási helyzet mit enged meg. Mert ugye ez az egyes vonalnak a felújítása, ez elviszi a MÁV-nak ezt a 40 milliárdos keretét nagy részt, ugye ez a 32 milliárdos felújítás, úgyhogy valószínűleg az máshol hiányként fog jelentkezni, máshol is lehetnek. Ugye most is nagyon sok vonalon van forgalomkorlátozás. 4000 kilométert kellene felújítani. Lobbizott azért, hogy több pénz jusson a vasúti közlekedésre? Holnapi napon tárgyalja meg a kormány a Magyar Vasút jövőjével kapcsolatos előterjesztést, ami egy 16 milliárd eurós előterjesztést. Ezt az egyik legerősebb lobbynak nevezném a magyar kormány elmúlt másfél éves történetében. És honnan vesznek el pénzt? Sehonnan nem veszünk el pénzt, nem tervezünk. Itt csak külső forrásbevonásról lehet szó, tehát kötött pályás közlekedés felújításához, ha megnyílnak az Európai Uniós források, azok hozzájárulhatnak. A másik pedig, hogy külső finanszírozás, ami alapvetően hitelt jelenthet, vagy pedig olcsó, hosszú lejáratú kötvényeket, amelyek 20-30 éven keresztül törlesztve tudják biztosítani a mostani fejlesztést, de számos finanszírozási konstrukció van Európában. A kötött pályára méltányosabb, kedvezőbb és jobb konstrukciók vannak, mint általában a piaci viszonyok között felvehető hitelek között. Külső forrás bevonása nélkül ekkora fejlesztést Magyarország nem tud végrehajtani. Az a kérdés,
hogy 40 év amortizáció, 40 év lepusztulás után van-e arra lehetőség, hogy a kormányzat és Magyarország ebben társadalmi és gazdasági lehetőséget lát. De miért van az, hogy a magyar kormányok az elmúlt 30 évben, ugye a Fidesz kormányok is beleértve inkább, sőt, költségvetési forrás szinte csak a közútfejlesztésre, autópályákra költöttek. A választókat ezzel lehet jobban megfogni, vagy az autósokat szírozzák meg, vagy miért van? Nem gondolom, mert ugye nézze, a magyar kormánynak ebben a helyzetben két kabátja van. Az egyik kabát az, hogy megrendeli a szolgáltatást, a közlekedést biztosítja az emberek számára, közjót biztosít önnek és minden 444 olvasónak vagy nézőnek. Ezt megtette a magyar kormány nagyvonalúan, hiszen bevezette az országbérletet és a vármegye bérletet, amiből 2.800.000 darabot adtunk el mostanáig, csak Pest megyében 500.000 darabot adtunk el, ami egy nagyon olcsó hozzáférési lehetőség a tömegközlekedéshez. Ez nem lett jobb a vasúti pálya minősége, a késések nem csökkentek. Akkor válaszolok a kérdésére. Ebben a kabátjában a magyar kormány korrektül járt el, hiszen a közjóhoz olcsó és méltányos hozzáférés biztosít, ennél zöldebb program nem létezik, mint olcsón tömegközlekedést biztosítani. A másik kabátjában már nem mint szolgáltatás megrendelő, hanem szolgáltatás biztosító, tehát amikor a MÁV-ot működteti a magyar állam vagy a MÁV startot, ott már vannak komoly hiányosságok és nehézségek. 40 éve forrás kivonás történik a kötött pályából azért, mert hosszú évtizedeken keresztül a volán erősítésére került sor, az autópályák építése volt a társadalmi prioritás, vagy éppenséggel az autóutak korszerűsítése. Minden területen természetesen hiányt szenved az ország, hiszen alapvetően egy elmaradott országból próbálunk egy modern országot építeni, de kétségtelen tény, hogy a kötött pálya háttérbe szorult az elmúlt 3 évtizedben, az autópályákkal, gyorsforgalmi utakkal szemben. Most, hogy a gyorsforgalmi úthálózat nagyon sokat fejlődött Magyarországon, ami megcáfolhatatlan tény, hiszen az elmúlt időszakban 1000 kilométer szám építettünk vagy újítottunk fel utakat, és ráadásul a kötött pálya iránt megnőtt az érdeklődés, az üzemanyagárak, a társadalmi gondolkodásmód megváltozása miatt egy reneszánszát élheti a magyar vasút. Az a kérdés, hogy ez milyen struktúra és milyen infrastruktúra kell. A struktúra alatt azt értem, hogy nyilván régi struktúrában, régi vállalati struktúrában nem lehet ennyi forrást, akár csak 1-2 milliárdot euróban évente újat betenni, tehát itt komoly változásokra, megfontolt lépésekre van szükség. Az én javaslatom az az, hogy költsünk az infrastruktúrára, tehát 4000 kilométeren van jel bevezetve, lassú jel korlátozás, azon változtatni kell, a másik pedig, hogy járművet kell venni, nem olyan bonyolult dolog. Vasúti pályát kell felújítani, és új járművekre van szükség, és ezt az utazó közönség meg fogja hálálni azzal, hogy a vasutat fogja választani, és nem az autóutakat, és nem az autópályákat fogja terhelni, amin óriási nemzetközi forgalomban, amiből pedig hatalmas bevétele van a magyar államnak. 600 milliárdot fogunk beszedni nem is olyan soká az autópálya használatokból. Lezi néni, jó napot! Papír, nyomdafesték. Csináltunk könyvet, mert 10 évesek lettünk. Hát ilyen születésnapi kiadvány. Tessék megvenni.